Fighter 6. Jóé! No sőt, úgy gondoltam, hogy kipróbálom itt a Street Fighter 6-nak a demóját. Na most az a helyzet, hogy én mindig Mortal Kombatos voltam, úgyhogy úgy igazán sose fogott meg a Street Fighter. Igazából én világéletemben Street Fighter rajongó voltam. Bárhogy megmondjam az igazat, sok Street Fighter játékkal nem játszottam. Tehát játszottam az 1-gel, a 2-vel, 3-mal, 4-gel, 5-tel. És most a 6-tal, legalábbis a demóval. Azt hinné az ember, hogy... Hát ez majdnem az összes. Á, nem nyári gyermek, ez nem az összes Street Fighter. Legjobb tudomásom szerint ez az egyetlen játéksorozat, ahol önálló részeknek van külön sorozata. Hát nézzétek meg a kettőt. Kivéve az elsőnek, az menthetetlen volt az elejétől fogva. De már a 6-nál járunk, és a Street visszatér a Street Fighterbe, ami vicces belegondolva, hogy nagyon sok helyen verekedtünk már itt, de az utcán nagyon kevésszer. Ott volt például az afrikai reptér, vagy Afrikában a szavanna kellős közepén, miközben napfogyatkozás van. Vagy egy titkos laboratóriumban. Szóval már lassan mindenhol bunyóztunk, csak az utcán nem rendesen. Na jó, azért volt pár utcai pálya, de... Nézzük, mi van itt. Mondjuk ez csak egy demo, úgyhogy sokra nem számítok, de... Ó, ez... Jó, ezt érzem. Ez eddig kellemes. És ez... Várj, külön zenéje van a menüknek? És ez a World Tour, ez valami story mód lesz. Nem is akármilyen, te jó ég. Oké, ez... Jó, eddig érdekesnek tűnik, mindjárt megnézzük, és igen, és akkor ez... Ujjjjj... Bocs, épp remixelek. Jó, akkor Fighting Ground, ez lesz az alapjáték mód. Hát akkor megnézzük. Éppen dadog szegény. A practice-nél választhattak volna jobb képet is. Jó, hát azt hiszem versus. Jó, és beállíthatok kommentárt. Jó, úgy legyen. Benne vagyok. Legyen kommentátor hozzá. This is a gigantic life lead. How are they going to deal with this? Felettébb érdekes élmény lesz. Time to select a stage. Hát a templom, ahol hát lehulló fallevelek vannak meg minden, ezáltal lehet, hogy kiakasztja a gépemet. Vagy a training szoba, ahol nincsen semmi. Így az előző játékokból kiindulva annyira furcsa ezt hallani, ezt a zenestílust. Azt tudom, hogy a 3-ban volt hasonló, de kb. Az volt az első és utolsó. Ha jól emlékszem. De csak Ryu meg Luke. Hát azt hiszem Kemi okozott volna pár előrendelés, szóval én hozzáadtam volna őt is, de oké, akkor nézzük meg ezt a Wojaket, akinek mekkora az alkarod. Te jó ég ember. Jó van, Popeye. És van ez a modern irányítás, meg van ez a klasszik. Én maradok a klassziknál, köszönöm. És beállíthatom, hogy milyen előnyök legyenek nálam. Jó, egyelőre ne legyen semmi. Na és akkor Ryu, mivel csak te maradtál. Nagyon dühösnek tűnsz, jól vagy? Őha. Na ez már fellépés. Ó, Ryu utálja a pókokat, nem gondoltam volna. This isn't about just winning the match. Pride and pride. Jó, egyrészt túl gyorsan töltött be a játék, nem tudtam, hogy az arc kifejezésekkel rendesen szarakodni, de Luke meg Ryu miért néz úgy ki, mint Zoomer vagy Jack és Giga Chad? Ó, jókor állítottam meg a játékot közbe. Na de, nézzük, miből vagyunk. Ha, perisztem, mit szólsz? Most ez az új mechanika, meg ez itt. Úgy, viszlát.
Látom, nagyon próbálkozol. Jó sok szöveget vehettek föl. Tényleg jó sok szöveget vehettek föl. Na jó, egyszerre csak egy ember beszéljen, jó? Igen, Drive Impact, az a neve, úgy van. Ezt most bekapom, ezt is, csak tesztellek. Hát, bizony. Ehhez mit szólsz? Heading into the end game now. It's getting tense. Get. Ennyi. Player 1 picks up the first round. That'll give them a psychological advantage. Úgy van. Ennyi a pszichológiai hadviselés. Én vagyok az. Én vagyok a pszichológia. Gets the jump in. Ne dobálja. Nesze. Dobálni én is tudok, ehhez mit szólsz? Bocsi, perizem itt az egészet. Én Hadouken teszek reggelire. Jó, oké. Okay. Nincsen pressure, elnézé. De, na jó. Ezt hagyd abba most azonnal? Na várjál, hogy is volt a... Igen, ezt meg fogom jegyezni mindegytől egyig. Hát ez jobban ment, mint gondoltam. Mert mindig zavaróan nagy a csuklód. De... Juhú! Úgy van, nem vagy a pszichológusom. Ez a bevonulás ez. Remélem azért lesz pár felvonulás így, vagy bevonulás, más zene meg hasonló. Úgy, hogy ehhez mit szólsz? Nesze, oh Luke, hát mi van veled? Kicseréltek téged? Ja igen, mert most AI vagy. Ujjjjj! Hát igen, valóban nyers volt, igen. Hát ne haragudj, Ryu vagyok az utcákról. Szeretem a száraz kenyeret és a vizet jég nélkül. Amúgy, Ryu, te szoláriumban jársz? Elnézést. Bocsi, Ryu játékos vagyok. Hát ebbe beleugrottam egy picit, de nem nagyon. Na gyere, gyere. Mutasd, mit tudsz talajon, gyere. Hop, hop, au. Na jó, ez a drive cucc, ez... Ez szerintem egy kicsit túl erős lesz. Ennyi. Sőt, még itt be is állíthatom, hogy kinek drukkoljon a kommentátor. Legyen P1, az én leszek valószínűleg. Jó, legyen 5 menetes, miért ne? Sajnálom, Luke, tudom, hogy te vagy itt a borítón meg ilyesmi, de Ryu nem úgy néz ki, mint egy Wojak, úgyhogy... Tényleg, most beállítom Advantage Drive Cons... Úristen, ez rohadt nagy, oké. Okay. Legyen ez, és tudom mit, legyen még egy Ryu. És ő is legyen Maxon, mert ne. Fel se tűnjön az iker testvéred. Ugyan, ugyanaz a karakter. Ezt még a kommentátor is megjegyezte, na hajrá. Mutasd magad. Úgy, hogy... Oh, elnézést. Így, aztán beleugrok szépen az ugrásába, aztán én meg vissza, és... Ja, hogy ennyi a damage. Jó, köszönöm. Jó, nekem drukkol, tényleg. Ez nem mi? Kapok egy perfektet. Jó, spamelni a dobást, hogy te, neked az mindenül van. Ne? Oh-oh! Jó, jó, oké. De ne dobálj már! Ah, egyetértek, igen. Én is tudok ám ilyet, ezt nézd. Mondom, én is tudok ám ilyet. De ne dobálj már! Igen, igen, azt akarom. Dobálni akarok én is. Thanks for playing. Meg a nénikéd, azt engedje vissza. Nem? Hagyjá. Most megpróbáltam ezt a Gambu Temple-t, végül is miért ne nézzük meg, de az a helyzet, hogy szerintem rohadtul fogok én itt akadni. Mert a számítógép az nem éppen felel meg ennek a játéknak. Na, nem is olyan rossz. Kicsit lejjebb kellett vennem minden, de... Ez köpt ki! Oh, persze, hogy blokkolod, jól van.
Ja, én most a modernt választottam. Ojjaj, hogy is volt ez? Tehát a... Definitely showing what they're made of. The assault's working. Keep that confidence. Köszönöm, köszönöm. Nem tudom, mit nyomogatok, mert átállítottam a control scheme-et véletlenül. They go for the forward jump to skirt around, looking to... Ó, de beleugrottál, fiam, hát mi van veled? Kid Perfect, mi van te? Azt tesz el reggelire? Jó, könnyen beszélek, háromszoros damage-et adtam magunknak. Kezdődik. De ne dobálj már, kérlek. A-a. Ez szép volt. Elismerem. Igen, csak most kezdünk, úgyhogy... itt... nem lesz kegyelem. Ójjjj. Ennyi! Na mi van? Hogy vagy? Így van. Szép volt. Na de. Szurkolj az ellenfélnek, létszi, jó? Rendben van, Jeremy menni fog. Dynamic. XAB Auto Attack, Battle with AI Assisted Attack. Miért csinálnék én ilyet? Látom valahol a fantáziát ebbe, de maradok a klassziknál, köszi. És legyen hármas előny, meg neki is. És hogyha mindenkinek előnye van, akkor senkinek se. Yeah! Yeah! Úristen, Luke egy gamer, meg szeret utazni, ami úgy igaz a Tinder profilok bő 90%-ára. This isn't about just winning the match. Ezek az arcok, ez zseniális. Úgy van, hozom az A játékomat az asztalhoz. Hogy is volt ez? Mi már? Nem. Igen. Ne szurkol... Ja, várj, én állítottam be. Na, ezt kap ki. Hoppá, ezt tekkel. De kikerültelek, ezt nézd. Hát itt technika van. Get your hits in, and you'll be... Sajnálom, nem úgy néz ki, mint aki jól lesz. Jump? No worries about that. Így van, hát ugrálok, egy éjjel-nappal tudok ugrani, amíg te eldobsz engem, jó? Az a baj, hogy szurkol neki, és ez most nem tetszik. Ne szurkolj neki. Miért állítottam én ezt be? Oh, elnézést, ugyanazt tudom, amit te. Úgy van, sima ütésekkel megverlek, ehhez mit szólsz? Ja, hát amíg nem kezdesz el Fortnite táncolni, addig örülök neked. Jaj, de tudsz blokkolni, fiam, jaj, de tudsz blokkolni, ezt nézd! Elnézést! Perry mester vagyok itt. Na, mi van? Oh! Oké, oké, felfogtam. Eszkajl, mi csapottam el! Úgy, 2, 3, 4, 5, 6, és sokadik ütés, szép volt. Hát figyelj, nem idéztem tornádot, nem repültem fel 20 méter magasan a levegőbe, úgyhogy egyelőre ez egész jó. Na jó, a kommentárt egyelőre kikapcsolom. Illetve nem, az egy kicsit, hogy hozzáad az egészhez, de nem akarom, hogy szurkoljon, mert rosszul esik. Pályaválasztás X random. Oké, okay, random. Tudom, itt legyen random. Á, fenébe, tényleg. Erre nem gondoltam, hogy Ryu is lehet. Az helyzet az, hogy ekkora az advantage, már ez a 3-as, ez nekem valamiért nagyon tetszik. Nagyon gyorsak a menetek. Nézzük, random! Te is az leszel, jó? Na, legyen 8-as CPU level, erre kíváncsi leszek. Akarok én neki advantage-et adni? Mert szerintem elég nagyot kap így is azzal, hogy 8-as szintű. Yeah! Na, gyerünk. Gaming. Na majd meglátjuk, a 8-as CPU vagy én, aki egy kezdő vagyok. Kezdődik. Aha, jaja, kezdődik bizony. Na jó. Ja, na abszolút érzi, mert egy gép. Héten most kinek szurkolsz? Special match. Nézzük, az miből áll. First to get 5 knockdowns wins. Tehát ha 5-5 padlóra kerül, az veszít. Aha. És kerüljem el a bikákat. Jó, hát ehhez Ryu te kell lesz. A 4-es CPU-val úgy kényelmesen tudok játszani. Nem hagyja magát, de mégsem akarja szétrugni a seggemet azzal, hogy pislog. Ja, vicces, hogy a bikát említed. Ó, új pálya, úristen! És ott egy majom monkey a háttérbe.
Oké, okay, szóval, hogy lesz ez? Sajnálom. Hagyd abba az ugrabugrálás, feküdj a földre. Ajaj. No, szép volt, Bika, köszi. Faszba! Sajnálom. Ez gyors volt igazából. És 69-en álltunk meg, úgyhogy ez egy perfekt. Sajnálom, tényleg. Nem akartam ezt. Sehova, te hova mész? Nem tudom, mit akarsz. Júj, Bika érkezik, no! Francba, nem baj, te is kifeküdtél. Akarsz még egyet? Így. Visszalsz még egyhez, menjél pihenni. Oh-oh! Bika, segíts! Köszi, na és akkor zárjuk le ezt egy ilyennel. Csokolom Viszlát. Ez nem rossz, kár, hogy csak ennyi gimmick meg szabály van, de egyébként nem rossz játékmód, én ezt várni fogom. Én, aki egyébként abszolút az egyik legbénább vagyok a verekedős játékokban, rögtön az RTS-ek mellett. Na de, World Tour. Itt a progress nem lesz elmentve a demóban, viszont az avatárod el lesz mentve. Oké, okay, jó. Ó, na hát, cutscene. Látszik, hogy 2023-ban készült ez a játék. Okay, okay. Így van. Így van. Az utcán nincsen kegyelem. Engem is az utca nevelt. Most itt nincsen szinkron. Gondolom ez normális. De Luke itt nagyon jól el van, éppen dodzsolt egy remek ütést a bogzsáktól. Majd, de... Ide elüti, az igen. Aztán lelövi és... Egy ilyen drága azért ezt nem csinálnám. Mindenki megállnézi, hogy ez a csávó nem normális. Én bizony. Luke! Az a mosoly az... Kivilágít egy egész szobát. Welcome, Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around you. Ó, igen. Let's get you measured up. Te meg akarsz engem mérni? Jól van, mérd meg ezeket a magyarókat. Saját avatár. A végtaghossz és a testmére számít. Jaja, valóban, nem téved. Ó, kiválaszthatom az identitásomat, férfi, nő, ember. Igen, én ember vagyok, rám így kell utalni. Already done? Ezt mondta a csaj is. Presetnél is egy-két érdekes... Mi? Lehetek? Mi? Várj, ez Mike? Ó, lehetek vénember. Kigyúrt vénember. Ajaj. Meg robot. Jó, kiválasztom ezt az öreget. Aha, nagy testeket könnyebb eltalálni, de könnyebben okoznak találatot. Hát akkor, hát azt hiszem, ennél nagyobb testet nem tudok választani. Vagy a randomize. Nem merem ezt csinálni most jelenleg. Nézzük, magasság. Ja, hogy... Luka stand... Te jó ég! Én vagyok a rágógumi. Aha, és a magassághoz le van korlátozva, hogy a... Sitting height... Várj, ez melyik? Ja, hogy... Ó! Oh. Na várjál, ez jó lesz. Kicsit így. Hát végül is... Így lehetek Mike Wazowski, ez is valami, azt hiszem. Várj, 50. Luke, te milyen magas vagy? Na de, ezt nézzétek. Hát, hogy fogalmazzak, szóval van az a... Az öltözkedési stílus, amikor a bő farmergatját úgy comnál hordják. Biztos láttátok, hogy valaki itt viseli. És hogy kilátszik így az alsógatyája, meg ilyesmi. Na most, ha ő úgy hordaná azt a nadrágot, akkor az nála normálisan néz neki. Lehetek ilyen magas hozzá. Hát ez így nagyon jó. Nézzük, upper body, és akkor... Az igen! Na ez itt erő, kérem meg. Ad ötleteket, nézzük, fejméret legyen. Aha, akkor a fejem, hogy csökkent tőle a magasságom. Ki az? Az már dolog. Nyakvastagság. Jaj, szent szar. Az, hogy ezt az embert megfajtsd, három ember marka kell. Válszélesség. Igen. Mi ez a lec? Á, ja, igen. Végül is kinyújtja így a kezét, tépózzal, akkor elfújja a szél, mert hogy a bőr miatt elkezd repülni. Válméret. Ó, igen.
Ez eddig csodálatos, ez eddig nagyon tetszik. Melkas, nem, legyen kisebb, mert különben cenzúráznak engem. Így, egy kis palacsinta, ja. Karhosz. Mi van, T-rex? Na de ez már karhosz, hogy így vigyázállásban képes megvakarni a talpát. Karvastagság. Áhá. Kérem így az alkarját Luke-nak, köszi. És akkor hasméret. Hát ez a hatos ikreket várok, kösz, azt most nem. Inkább így. A nyakkal viszont nem vagyok megbarátkozva, na várjál. Nézzük, milyen vékony lehet. Hát ez se valami jó így, viszont. Ja, ez így nem rossz. Kicsit hasonlítok arra a szörnyre a Sirius szemből. Nézzük, lover body. Mi a tököm történt itt? Hát én, hogy mondjam, én kihagytam a lábnapot szerintem. Nézzük. Nem, maradjon ez vékony, így. Hát, hogy mondjam, a pöcsöm az egy szívószál. Így. Fenék méret. Hát, kérlek, azért lehet, hogy ceruza vagyok, de parti van hátul. Hú, ez extra vaskos, te jó ég. De bocs, én kihagyom a lábnapot. Ez valamiért tetszik. Ezeken a lábakon meg tud állni egy egész ország. Úgy, na ez már itt dolog. Nézzük, muscle definition. Build. Shredded, na az. Hát ez abszolút shredded. Bőrszín. És akkor sheen. Igen. Ez én vagyok konkrétan. Nem, viccen kívül nagyon tudok izzadni. És fémes. Aha. Ne, legyünk realisztikusak így. Ó, hogy világítatok el, én vagyok Mr. Villanykörte. Ez a... Támadt egy jó ötletem. Testszörzet. Na, ez... Ez kellemes. Azt tudja, hogy nem fázik télen. Na figyelj, ha te mondod, Luke. Mindig egy kicsit fiatalítottam rajta. Jobban látszik rajta minden szépség. Úgy, na ezzel az állkapocsal már itt jéghegyet lehet törni. Bár egy picit úgy néz ki, mint akinek a családfája csak gyökérből áll, de ez mellékes. Meg lehetne itt csinálni gigacsedet, de szerintem nagyon sokan ezt fogják csinálni, úgyhogy megpróbálok valami egyedit létrehozni. Talán sikerül. Amúgy nagyon kellemes a muzsika. Ez a haj meg önálló életet él. Azt hiszem leszünk ezzel a frizurával. Valahogy úgy ad a karakterének valami... karaktert? De szép szeme van, jövőbe lát. Hogy így be tudom csukni a szemét permanensen. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. És a mimír. Hát ezek egyre jobbak itt. Hát némelyik szem még a Cyberpunkban is ott volt, úgyhogy azt hiszem nem lepődök meg, de... Várj, lehet óra szemem? Vagy ez mi? És akkor lehet... Jó nagy! Na várjunk csak! Na ez! Esküszöm nem szed semmit! Eskü, tesó! Úgy, csodásak a szempilláid. Le tudsz porolni egy egész szekrényt csak egy pislogással. Na de, Úristen! Mi ez? Tehát szemöldök, igen. Hát... bozótos, igen, jó. Lehet egybe is? Az igen! Csávokám most jött ki a barlangból. Mi van még? Mi? Várjál, így egybe. És nem. Így. Francba, azt hittem tudok egy Batman logót csinálni a szemöldökében. Ne várj, a vertical position. Ja, ez nem is szemöldök. Mi ez? Ez a harci festés így az arcodon. Az igen! Mi ez? Ez mi? És ez? Az ott a marker a Dead Space-ből? Meg igazából itt nem is szemöldököt rakok rá, hanem egy ilyen logót. Úristen, amikor az arcod 10%-a csak szemöldök. Na jó, kérem ide a markert, ez így tökéletes. Én azt akarom, hogy érezze a jövő heti kaját is. Na, ettől már egy kicsit húzatos az arca. Igen, és egyébként a pronounja az, hogy human. Egyértelmű, hogy ő egy ember. Lassan disznó orra van, de egyébként egyértelmű, hogy ember. Na, annyi biztos, hogy ha neki elkezd folyni az orra, akkor elárad a falu. Nézzük, ajak. Kajak, azt el is felejtettem. Még lehet ilyen... egy kicsit olyan szomorú lett. Na, várjál csak.
Ezt helyrehozzuk. Mi történt a felső ajkaddal? Te jó ég megetted? Jaj, ne, ez mosolyog, ez rémálom. Na, és még vigyorog is, nagyon örül, hogy lát téged, ugyanis kaját kér tőled. És csak ennyit tudok a szájjal csinálni, ez egy kicsit csalódás. Nem baj, de fül, amiből nem fogunk látni sokat, de azért van haja, hogy eltakarja azt a részét, ugyanis a fül a legnagyobb része az arcának. Klasszikus, tudjuk. Ez mi a szar? Mi ez a pajesz ott? Na ez itt bajusz, ez jó. Így mosolyogjon, teljesen pozitívan. Várjam, hogy mekkora fület csináltam én neki. Ó, oké, nem rossz. Ó, igen, igen. És expression. Ó, aha, szóval van egy 100 pontos skála lényegében, és akkor... ja, ez is stimmel. Valami nagyon gonoszra készül, annyi biztos. Milyen expressionök vannak itt, milyen kifejezések. Hát, az a helyzet, hogy a rondaság alól ki se látok rendesen. Ó, ez annyira szomorú. Észrevettétek a különbséget? Én nem. Nézzük, boldog. Nem, ennél se nagyon látni. Hát ha meglepet, ez meg egyenesen a lelkedbe lát, inkább legyen dühös. Ha 50-re leviszem, igen, és akkor kérek még 50. Aha, tehát dühös, de meglepődött. Aha, jó, jó, oké, jó lesz ez, jó lesz ez. Hát nézzétek meg. A legszomorúbb az egészben az, hogy az arca még úgy, hát borzalmas, de még a legnormálisabb rész, aztán kizumolsz, és így valamit egyáltalán nem stimmel. Body paint. Ja, végül is igazad van. Most meg ott is. Mi van még itt? Elég sok minden. Elég sok minden. Jó, kérünk egy smiley-t. Na, ez így tökéletes. Body scar. Ó, még lehet ilyen sebb helyem is. Nem mondod, hogy ennek meg ennek nem tudom kiválasztani a helyét. Ez akkor a baromság. De akkor ennek miért? Jó, a szőr alatt nem látni, de ott most van egy sebb hely. Mindegy, ott van a szőr alatt pirossal megjelölve egy X. Mármint amennyire piroshoz lehetséges. A lényeg az, hogy ő elásott ott egy kincset. Ott a kincs. Hát anyajegyek lennének ezek, de ebből nem látok semmit. Á, ott vannak. Ó, várjál, 3 darab. Akkor legyen ez piros. A Predator ott valahol becélozza éppen. Na jó, ezt inkább nem lesz túl szomorú. Itt meg az arcfestés olyan, mintha szemöldök a része lenne. Tökéletes. Ez color settings, ezzel igazából nem tudom, mit tudok még kezdeni, gondolom semmit. Ó, hang, na ez. Ó, ez eddig jó. Ez nagyon hozzápasszol ehhez a testhez, bár... Ja, ez... Azt hiszem, ez vállalható bármilyen formában. Oké, azt hiszem készen állok, edző. A neve az lesz, hogy Tumbagolog. Odaírtam volna azt is, hogy idővonalak pusztítója, de sajnos az már nem fér ki. Right. Ez a hirtelen rászúmbolás, ez nem kellett volna. Oké, take a photo. Jó. Oh yeah, I hate trying to take photos for my ID. I always end up with something weird. Elhihetett, hogy ennél furább már nagyon nem lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit fog ebből kihozni. Mert ez aranyat ér. Minden játék, ahol engedi, hogy saját karaktert hoz létre, az én szememben nagyon sokat javul. Tumbagolok. Hello, én vagyok az. Jöttem edzeni. Köszönöm, mertél volna mást mondani. Luke jó lesz. Hát, én készen állok. Mutasd, mit tudsz. Vigyázz a hátsommal, egy kicsit dolgoztam rajta. Play tutorial? Ja, miért ne? Feel free to walk or run, whatever gets you here. Oké, szóval sétáljak oda, oké. Jó, köszönöm. Jó, mondjuk... Hogy mondjam? Igen, most egy normálisan kinéző emberi alak van, de... Ezekkel a lábakkal aztán igazán nehéz járni, hogy találtam cipőt. Konkrétan ilyen brit tudósok tanulmányozták a lábamat, hogy létrehozzanak egy rendes cipőt. De nagyon tetszik a smiley ott. Az igazán karaktert ad nekem. Tudok így sétálni, igen, meg... Hú... Meg dessel, az igen, oda néz.
furcsa, hogy nincsen rendesen hangja a lépésnek. Pedig egyébként ezt így messzeföldről lehetne hallani, hogy ő közelít. Ő szó szerint a vihar, ami közelít. Honnan szerezted azokat a sebb helyeket? Ez nem ilyen jokeres kérdés, ez tényleg érdekel. Nem vagyok tisztában nagyon a lore-ral. Aranyos, hogy így is enged, hogy irányítsam a kamerákat XY-ra AB-vel, de minek csinálnék ilyet, de nagyon aranyos, köszönöm. Szóval, hup, hup. Hát edzőbá, ez nagyon könnyű. Félj tőlem. Retteg. Rettegd haragom. Ó, várj. Na hát, új parfüm. Akarsz hallani egy titkot? Én nagyon kemény gyerek vagyok, én elsugom neked. A szüleim nem tudják, hogy itt vagyok. Klasszikus Capcom lip-syncing. Avagy nem létezik. Playbattle? Persze, ott szóljon a tutoriál. Hát, legyünk okosak, az a lényeg. Végre láthatom ezt a gyurma figurát harc közben. Az igen, oda néz. Én a szomszéd városból is elérlek. Ó, sikeres vagyok. Jump over look, oké. Okay. Ez menni fog. Ez még bizarabb. Hú, de vékony a testem amúgy. Valahogy emlékeztet erre az Always betétre, hogy oldalt engem nem látni. Háromszor guggoljak le, jó? Ó, üssem meg háromszor, biztos, hogy jó ötlet ez? Jó. Semmi személyzet kölyök. Aha, most vannak ilyen alapspéci mozdulataim, gondolom ez a Luke moveset, ami nálam van. Szóval Y és... Hát én nagyon menő vagyok. Dobáljam Luke-ot, jó? Hát... A játék ma cím lesz, nem fogok hazudni. Gyere ide! Gyere ide! Nem aggódom, te aggódjál! A pusztítóval van itt dolgod. Coach, how is any of that? Gonna help them handle this. Megmentett Luke, oda néz. Hát hello, még ki ez a soy boy? Te leszel a riválisom, a kötelező rivális? Dumba Golog versus Bosch. Sajnálom, de hülye a neved, úgyhogy... Pusztulj! Szólj, azt mondja! Ne dobálj, ez kellemetlen nekem. Nem baj, akkor használom az uppercutot folyamatos. No way! Megütöttelek! Hozzám értél! Bosch, come on, man! Are you really gonna be the type to jump before you think? Úgy van, én nem vagyok kezdő. Sajnálom, de Gag edzőit rettegésben tartja a várost. Na, mi lesz itt? Bosch, hova jársz fodrászhoz? Kitette ezt veled? Úgyhogy, fogd meg a kezem, különben baj lesz. Coach, we both came here looking for strength. If both of us are trying to find that strength, sooner or later one of us is going to get there first. What happens to the other person then? We all know that nobody's going to be friends after that, so why bother? Látszik, hogy anime karakter vagy. Listen to what your coach says and put your hearts into your training. Focus on that. Úgyhogy. Fókuszáljunk a tréningre, úgyhogy fogd meg a kezem, hogy eltöröm. Az a beszéd, jó fiú. Igen. Úristen, itt a Predator, segítség. Ajaj, mit csinálsz? Te jó ég. Megyünk a Matrixba. Menjünk utcára, azt mondja. Jó. Oké, okay, megyünk az utcára, edzőbe. Imádom, amikor a fehér kép a töltőképernyő, mert így... Majdnem olyan, mint hogyha a napban néznék, miközben flashbangelnek. Úristen, ez New York? Csak... Nem, Metro City, elnézést, tudatlan vagyok. Emberek. Kínai negyed, igen. És alacsony az FPS szám. Luke, akadunk. És nem vagyok gondolatolvasó, sajnálom. Jaja, ez a Final Fight dolog. Te jó igen, annyira kitűnök a tömegből, te úristen. Ja, Mike Hager, a polgármester egyenként megvert mindenkit. Mondjuk egy ilyen polgármesterre tudnék szavazni. Aki ahelyett, hogy növelni a rendőrség büdzséjét, inkább kimegy a bűnözőket megverni egyenként úgy, ahogy van. Oké, itt... ez így nem fog működni. Times Square, világos. Ja, 10 FPS-ünk van, Bosch, valamit itt kezdeni kell. Oké, helyre jöttünk. Szép volt, Bosch. Actual Hanson Expert... Ja, hogy most itt nincsen szinkrohang, jó, oké. Kell... Első kézből tapasztalat. Rossz fiúkat megverni az...
Várj, most így... Edzőbe azt mondja, oké, hát tanuljatok meg harcolni. Egyrészt ott hátul nem ül senki a kocsikban, de másrészt kövessünk el súlyos testi sértést, és az majd így megtanít minket harcolni. Végül is, ha a polgármesternek szabad, akkor nekünk is. Van egy apa... Mi? Van egy apa telefonomon? Mióta? Luke, mit csinált itt velem? Válaszokat várok. Ó, missziókra küld az edzőbe, oké. Vannak tárgyaim, például van karamell, meg cukrom. Oh, hello. Hát te? Sokat gyakoroltad ezt otthon? Mondjuk elnézve az átlagos New York-i lakost, szerintem én teljesen normális vagyok. Vagy Metro City, elnézést. Hello. Beszélni akarok veled? Mennyi az idő a telefonodon? Buszi egyre kell, esküszöm. Hello! Hamizu! Level 2-es vagy? Gratulálok! Bár tetszik a feladat, próbálj meg beszélgetni. Igen, hát az nekem nem olyan könnyű. Oh, hello. Zaglul? Bvahaha! Mit gondolsz a performance-omról? Izgalmas, mi? Ja, hát, hogy igen, technika, igen, kérlek oktasként, csak köszönni akartam. Oh, hogy egy pózt tanítasz meg nekem, léci? Taníts meg állni, mondjuk. Ja, mondjuk most már értem, hogy mert nem tudok bizonyos mozdulatokat a valóságban létrehozni, mert az appomban még nem nyitottam ki. Ott van, check me out. Oda nézzetek engem, itt vagyok, hello. Én akar még valaki beszélgetni? Akarj velem beszélgetni. Különben lesz itt olyan... check me out. Éhes vagy egy picit? Elég elfoglaltnak tűz. Honnan tudod? Ja, hát eddig próbáltam beszélgetni, de folyamatosan elbukok. A hello, Alice, hát ki tette ezt veled? Ó, ti vagytok az újoncok, akik erősebbek akarnak lenni? Hát én nem akarok erősebb lenni, nem akarom pusztítani a világot. Na hát a küldetés, hogy beszéljek vele, az egy nagyon nagy siker lett. Köszönöm, egy lépéssel közelebb, hogy elpusztítsam a világot. És az a helyzet, hogy ez egy pillangó effekt mostantól. Ó, most verekedni fogunk? Sajnálom, lehet, hogy alacsony az FPS számom, de a sarokban vagy. Te most konkrétan arra kértél engem, hogy menjek és verjek meg pár embert? Hé! Joe! Bunyózzunk, köcsög! Au, Joe, ez nem ér. Sajnálom, Joe. Meg vagy verve. Mi? Te mivel ütsz? Hagyjod abba! Ez az, megvertem egy ideget. Szóval ez így normális ezen a téren, hogy így... Mi az, hogy nice moves? Mit mondtál? Hogy mertél megdicsérni, Denise? Gyere ide! Meg a nénikédet! Sajnálom. Közben ott háttérben nagyon jól el van. Kettes szintű vagyok, na, így kell ezt csinálni. Skill pontok. Jól hangzik. Pár lépés és megverem Akumát. Te miért jössz belém? Pillanat, megnézem gyorsan a... Lány státusz. Hát kérek ütés erőt, léci. Hogy mertél belém jönni és ignorálni? Mondjad. Itt vagyok. Hát check me out. He? Hogy tudsz ennyire ugrálni? Igen, ez a legjobb, amit tudok. Te még ennyit se tudsz. Ez hol tanultad? Ez melyik metró megállóban tanultad, he? Isabel. Hello, jó napot kívánok. Ez így megy ebben a világban, hogy egy bunyózzunk! Hát, egy millió éven belül se lett volna esélyed ellenem. Én tökéletesítettem a technikámat. Onakon a fura neved van, gyere ide! Esélyed nem volt. Ó, és a csávó, akit megvertem, az most drukkol nekem. Így kell barátokat szerezni. Nincsen free pass, sajnálom. Ja, jó, én csak bunyózni akartam veled, de jó, oké. Okay. Lehet, hogy te vagy a szalma, de akkor én vagyok a ló. A fejemben ez így jobban hangzott. Sajnálom. Semmi személyzetkölyök. Ó, már 4-es szintű vagyok. Hát mennyi szintet léptem azzal, hogy csak bunyózok itt? Ez azért, mert nem adtál kaját. Ezért minimum egy leárazást kérek. Mennyi embert meg lehet verni az utcán, te jó ég? Na jó, nekem erre nincs időm. Ez mi? Ó, egy láda alacsony textúrával. Ja igen, mert hogy mégiscsak alacsony grafikai beállításokkal játszom, mert... Hát, történnek dolgok, de Pierre, te... Te mit csinálsz? És miért téged fotóznak, és miért nem engem? Te miért sétálsz ide? Úgy,
kétszer is meggondolod, miért létezel a közelemben? Na szóval, miért pózolsz itt? Mert nem tudom megfogni. Hogy engem fotózzanak, és senki se fotóz engem. Remélem, boldog vagy. Hm? Úristen, Mario, nagy rajongód vagyok. Sajnálom. Köszönöm, sokat gyakoroltam ezt a dobást otthon. És az lehetséges, hogy így sétálgatok, és akkor így random valaki meg akar engem verni? Találtam valamit, 12 zené. 8 zené, nem a tiéd volt véletlenül? Vagy tiéd, Robin? Ja, és a HP, amit elvesztettem, az megmarad jó formán. Mm-hmm. Csoda, hogy még nem hívták ki a rendőrséget rám. Konkrétan közveszélyes vagyok. Ó, most zabálni kell, jó? Végül is az is az edzés egy fontos része. Valamiből égetni kell? Ahogy milyen hosszú a demo, mert már megyünk egy ideje. Mondjuk végtelen mennyiségű bolondot meg tudok verni az utcán. Ó, tényleg, apropó bolond, szia! Emlékszel rám? Visszavágott? Remélem, ezt már nem felejted el. Jó, most, hogy agyonvertelek, most már megetetsz? Amúgy elég alacsony vagyok, most nézem. Tudod mit, mi most nagyon egészségesek leszünk. Pizza elfogyasztva. Most, hogy megvolt a pizza, miért nem megyünk a sikátorba, mondja Luke. Tetszik, hogy jobbra-balra vagyunk ugráltatva, meg hogy menjünk egy sikátorba. Hát, aki azt mondja, hogy menj egy sikátorba, arra ne hallgass. Ajaj. Doboz emberek, ne! Pont, hogy a nagykönyvben meg van írva. Jó van, sajnálom, doboz emberek, a legrosszabb emberrel kezdtetek. Már egy ketten? Ó, mutasd, boss, mit tudsz, mutasd. Figyelek, támogatlak így, innen, hogy hu-hu-hu. Ó, de jó vagy. De azért ezt én fejezem be, ha nem gond. Jó, és ti kik vagytok? Na, te embereid, tudtam, hogy merélőket küldesz ellenem. Nem akarod, hogy elpusztítsam a világot. Oké, szóval előfordulhat az, hogy megtámadnak. És lehet, hogy nem egyedül? Ó, na hát, ruhaboltok? Igen, hallottam róluk. Biztos vagy benne? Úristen, csöpögő stílus. Hát olyan drippet veszünk, hogy hihetetlen. Tudok venni magamnak... sapkát, hú de furcsa. Kicsit természetellenesen nézek ki. Finoman szólva. Na de, kérem ezt a sapkát. És csak egy sapkát tudok venni? Ez elég béna. Hát ez nem igazán megy azzal, amit viselek, ugye? Hát, hogy mondjam? Szerintem tökéletes. Nézd rám! Mi egyezünk? Ettől kevésbé cringé. Cringe. Így mondják az emberek mostanában, hú, ez nagyon 2023-as játék. Oké, császkálok a városban, megtaláltok? Esküszöm, ez az edző, ez kikészít. Luke az így ezt csinálja a szabad idejében. Sétál a városba és üzenget mindenkinek, hogy ó, találjatok meg. De, nagyon jó a sapkád. Legalább olyan jó, mint az enyém. Vissza tudok menni ide? Léci. Nem tudok. Francba ezt majd, csak a teljes játékban úgy néz ki, hogy a fenébe nézek ki. Te miért sétálsz a képbe? Úgyhogy életre megdarultad, hogy ne lépj a képbe. Te jó ég, Luke, mi van rajtad? De te aztán nagyon, nagyon jó drippet viselsz, szóval beszélgessünk csak. Jaj, verjük meg Luke-ot, jó? Simán. Azok után, hogy össze-vissza rohangáltunk a kedvér. Ó, eltűnt az FPS-em, Luke, ez csalás. Úgyhogy két oldalról fogod kapni. Úgyhogy ez most attól lincselés. 10-es szintű vagy ahhoz képest? Hogy mondjam? Én fele olyan jó vagyok, mint te. Konkrétan minden irányból kapja. Ó, ebbe beleszaladtam, ne. Az, hogy nincs FPS-em, az a te hibád, Luke. Hát de, bos, ki fog blokkolni? Én? Miattad vesztettünk. Tehát nem sokon múlott, egy kicsit jobban játszok, még sikerül is. Azt mondja, grindoljunk, oké, okay, Luke a legjobb. Kösz! Én is mutatok egy thumbs up-ot így vissza. Enrolled! Pog. You became Luke's student. You can now use his master action. Jó, és akkor megvan a movesetje lényegében teljesen, ha jól értelmeztem. Jaj, ne. Össze leszek zárva vele. I'm sorry, I can't. Jaj, ne. Éppen anime karakter vagyok. I got things I need to take care of. Te leszel a final boss? Ne szaladj el. Kész, nincsen társam. Az egyetlen barátom itt hagyott. Pedig még ugyanaz volt a sapkánk is. Valami zavart a borst, igen, a kinézete, mert nagyon előítéletes. Pont, úristen, beszélek. Tubakolok, beszél. Értem már az erőt? Abszolút értem, nézd a karom. Ó, beszéljek a legendákkal itt, és akkor majd így... Jó. Oda megyek szépen, hogy hé, Akuma, neked mi a titkod, és akkor így
aztán mondja, hogy halljak 1000 halált, és akkor a földön vagyok, nesze. Jó lecke volt. Oké, te viszont Chun-Li-től tanultál, az jó dolog. Jaj, hogy nézek ki, úristen. Nem tudom magamat túltenni, egyszerűen csodás vagyok. I'm Chun-Li. Úristen, Chun-Li. Úristen, dobozok. Egy mar... Mi? Egy gladiátor? Egy nő? Mi folyik itt? I still have something important I need to do. Jaj, ne, boss, úristen, elő lesz a final boss, és ott van Giga Chad. Hát, Chun-Li, majd később beszélünk, úgy néz ki. Hát ez eléggé meggyőző volt részemről, én jól szórakoztam. De annyi biztos, hogy én ezzel legközelebb akkor fogok játszani, ha lesz itt valami büdzséfejlesztés, mert jelenleg a játék éppen működik. Legalábbis ami a World Tour-t illeti. Na de, én ennek örültem, ez egy kellemes frissítés volt. Főleg az a borzadály, amit létrehoztam itt. Na de, azt hiszem, én itt ezzel végeztem. Megyek, kínzom magam valami mással. Na, ciao!